szép hazát, vendebúznak vére, s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád ős magsarcsali felvirágozának. Jantyik Zsolt a számos díjat nyert szövegíró, aki írt már szövegeket többek közt a Bikininek, a Neoton Familiának, Csepregi Évának is, az előadás alkalmából mesélt nekünk életéről, kapcsolódásáról a költészethez, azon belül a Petőfi 200 programhoz. 36 éve vagyok a színpadon. Ez ma olyan, mintha a katedrám lenne. Magyar szakon és népművelő szakon végeztem még a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen Debrecenben. Akkor ezt úgy hívták, ezt a népművelő szakot, hogy ruhatár, pénztár, büfészak. De hát mellette zenéltem már akkor is. 3 évig a basszusgitárosom, úgy hívták, hogy Lukács László, aztán megalapította a Tankcsapdát. Egyébként pedig egy olyan angol basszusgitárosom van, aki 86-ban alapította meg velem együtt a zenekart, Kevin Johnsonnak hívják, és magyar a felesége, itt is él azóta is. És ő meg jelentkezett, mielőtt átjött volna a Vasfüggönyön túlra egy zenekarba, ezt meg úgy hívják, hogy Pure, de nem tetszett neki, hogy mindig ki kell magukat festeni, meg lúzsozni, és gyakorlatilag kiszállt a Pure-ről, és belépett a PG csoport nevű zenekarba, ami tulajdonképpen ma már egy művészeti műhely. Én magam emeltem elkosztítás szövegíró vagyok, zenész, zeneszerző, és hát mostanában már verseket is írok. Híves háta, évén madarak színes árnya, mezőiteknek csöndessége, elalkú falva elevensége, mindenütt van, ami nincs sehol. Én most úgy vagyok itt a Petőfi 200-as programban, hogy ez, mikor 170 éves volt a János Vitéz, akkor írtam egy parafrázist, illetve inkább egy parabolát Ezüstbolytár címen, Felezős 12-esben János Vitéz és Iruskának a történetét végigvittem fejezetenként ugyanúgy, és tulajdonképpen arról szól, hogy a főhőse, ki nem mondott személy, a Magyar Köztársaság, hogy aki 1989-ben születik a gazdagi kukoricásában, és az a neve, hogy Kukorica Jancsi, akkor most 30 évesen vajon el tudná jutni Tündérországba, és ha igen, hogyan. Tehát az én János Vitézem, az Ezüstbolytár, az tulajdonképpen egy modern János Vitéz, ahol facebookoznak, ahol repülők vannak, tankokkal harcolnak a tatársereg ellen, de mégis az élet értelmét keresi mindenki. Nagyon izgalmas alkotás, amiből egy zenés színdarab is született, 44-szer mutattuk be eddig, és az egyik ős bemutatója a Nemzeti Színházban volt, és remélem, hogy ebben is be tudjuk néhány helyen mutatni. Az előadótól, aki nem mellesleg a Nemzeti Művelődési Intézet alapító tagja, megtudtuk, hogy Petőfi Sándor kapcsán mi a következő 20 év legfontosabb kérdése. Az pedig az, hogy meg tudjuk-e tartani nem csak mi, hanem az összes európai nép az identitását. Ugye én Jantyik Zsolt vagyok, és engem érdekel, hogy Petrovics Sándorból hogy lett Petőfi. És kedvenc Széchenyi idézetem, gróf Széchenyi Istvánról beszélek, az, hogy senki sem születik magyarnak, azt ki kell érdemelni. Tehát mint minőségre tekint a magyarságra, és én szeretnék ennek a kritériumnak megfelelni, és hát imádom Petőfi Sándort, a költészetet is, és hát vagyunk még páran az országban, akik szeretjük ezt, és fontosnak tartjuk. Zsolt célja minél több helyre eljuttatni ezt a fajta gondolkodásmódot, a költészeten keresztül megmutatni, milyen is az igazi hazaszeretet, milyen magyarnak lenni, hogyan őrizzük meg az identitásunk, aminek szerves része a történelemmel egybefort költészetünk is. A költőink is ezek közé az értékek közé tartoznak. Úgy kell elképzelni ezt a rengeteg értéket, hogy ezzel mi leszünk gazdagabbak. Tehát egy olyan hölgyeknek mondom, hogy olyan, mint egy szép menyasszonyi ruha, minél több ilyen érték van rajta, annál gyönyörűbb és annál jobb benne lenni, és a önbecsülésünket is növeli ezt, hogy félre kell tenni a hazugságokat, és meg kell nézni, hogy kik azok, akikből mi vagyunk. És itt ezek a tornamegyei értékek is, vagy Szekszárdon vagyok, Szekszárdban születtem, színésznőt szerettem, az egyik legkedvencebb középiskolás éveinek a hőse volt Babics Mihály, és most itt vagyok Babicsnak a városában. De hát itt forgott Vörösparti, itt forgott egy csomó Percel család, meg a többiek. Azt gondolom, nagyon gazdag Tolna, és hogyha nem tanítjuk meg a gyermekeinknek, és nem adjuk tovább, akkor ők szegények lesznek.
Pedig ezt a mennyasszonyi rát, hölgyeim, nem csak egyszer, hanem többször is fel lehet venni. Minden nap is. És szerintem a nőkön nagyon nagy teher nyugszik, az, hogy át tudják adni a gyermekeiknek. Egyrészt Babis Mihály, Vörös Marti Mihály és Petőfi Sándor verseit, a nyelvünket, másrészt pedig azt, hogy szeressék a hazájukat. Szerinte lehet, hogy Tolna megye méretét tekintve egy kicsi megye, de rengeteg költészeti kincs között élhetünk mi, akik itt lakunk, csak fel kell fedezni azokat.